A hát masszírozása következik. Lapocka alsó csüskéhez tesszük a hengert, óvatosan ráengedjük magunkat, megfogjuk a tarkónkat, belehelyezzük a fejünket. Amire nagyon figyelünk, hogy a két lábfej párhuzamos, a sarkunk viszonylag messze van a fenekünktől, miközben jövünk előre, ne kelljen megemelni a sarkat, ezáltal nem terheljük a térdizületet. Nagyon lassú mozdulat, egész a lapocka felső szakaszáig, illetve a csuklyás izomig följövünk. Jó, könyökünk minél jobban oldalra van téve, nagyon jó hátizomból tartjuk, annál nagyobb felületen masszíroz minket az SMR henger. Nagyon lassú mozdulat, nem győzöm elégszer hangsúlyozni. Nagy levegővétel, és amikor jövünk fölfelé, akkor van nagyobb fájdalom, akkor fújjuk ki a levegőt. Tapadástól eredésig mozgatjuk, illetve masszírozzuk ezt az izomcsoportot. Itt a kéztartástól függően lehet fokozni a gyakorlat hatékonyságát. Igen, most így előre tesszük, de nagyon figyeljünk a fejünk tartására, ha nyaki kopás van, akkor ugye nem engedjük el, egyik kézzel mindig alá van támasztva a fejünk, ha nincs probléma a nyaki gerincünkkel, akkor nyugodtan lehet így végezni a gyakorlatot. Derekunkban nincs ív, tehát a bordakosár le van tolva, ezáltal a csípő egy picit följebb jön, és nem fog fájni a derekunk a masszírozás közben. Háti szakasz masszírozását látjuk ismételten, ez a második fázis. Ugye egy picit ez egy nehezített gyakorlat, és ugyanis az egyik kezünk az nyújtva van. Jó, a tenyerünk az ugye mindig a fej felé néz, fej nincs nagyon leengedve. És ahogy nyújtva van a kezünk, még jobban feszül a hátizom, és a terhelés, saját testsúlyos terhelés nagyon jól átmasszírozza az izmainkat. Itt, amikor le van engedve a kéz, akkor a tenyerünk a plafon felé néz. Igen, és akkor óvatosan, ahogy látjuk is, ráengedjük magunkat jobban erre a szakaszra, nagyon óvatosan, tehát figyeljünk, hogy nyaki szakaszra nem megyünk, viszont nagyon-nagyon jól lehet masszírozni vele, a csuklyás izmot nagyon jól rá lehet fordulni ezzel a gyakorlattal. Ez már inkább haladó gyakorlat, én azt mondanám, ha már nagyon jól megy az első fázis a hátizom masszírozásának, azután térjünk rá erre a gyakorlat sorra, hogy egy kézzel masszírozzuk a hátunkat.